Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy örömmel köszöntök mindenkit nyilvános osztályülésünkön, akadémia tagjait, nagydoktorait, kedves vendégeinket, hölgyeim, uraim! Egyetlen napi rendi pontunk van ma, Mézes Miklós akadémikus úrnak rendes tagi székfoglalója. Előtte, mielőtt felkérném akadémikus urat előadásának megtartására, röviden szeretném ismertetni életrajzát. Mézes Miklós 1953-ban született Budapesten. 1977-ben kapott agrármérnöki oklevelet a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, mezőgazdaságtudomány kandidátusi fokozatát 1986-ban szerezte meg, a lipidperoxidáció és antioxidáns védőrendszer vizsgálata gazdasági állatokban című anyagával. Az MTA doktora címet 2000-ben egyes korrélettani és takarmányozási élettani folyamatok lipidperoxidációs háttere című disszertáció alapján kapta meg. 2010-ben az MTA levelező, majd 2016-ban az MTA rendes tagjává választotta a közgyűlés. Egyetemi tanulmányait követően egy évig az Országos Állategészségügyi Intézet kémiai osztályán, majd ezt követően 1990-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem állatélettani és állategészségtani tanszékén dolgozott. 1990-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, majd annak jogutódja, a Szent István Egyetem takarmányozástani tanszékének vezetője. Egyetemi tanárrá 1994-ben nevezték ki. 1996 és 99 között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem általános rektor helyettese volt. 2008-tól a Szent István Egyetem állattenyésztéstudományi doktori iskola vezetője. Magyar és angol nyelvű oktatási tevékenysége a takarmányozástan mellett kiterjed, a takarmánytoxikológia, a halélettan, a takarmányozási élettan, valamint a lipidperoxidáció és a biológiai antioxidáns védőrendszer disziplinákra. Meghívott előadóként oktatott Glasgow-ban, Skóciában, Tanta University Egyiptomban, valamint a University of São Paulo Brazíliában. Kutatási tevékenysége kiterjedt egyes takarmányok, adalékanyagok, így az A és E vitaminok, a szelén, egyes energiakiegészítők, valamint enzimek hatásainak felmérése mellett, a lipidperoxidációs folyamatok és a biológiai antioxidáns rendszer vizsgálatára, élettani és kóros folyamatokban. Ezekben a munkáikban különös tekintettel a mikotoxinok oxidatív stresszt előidéző hatásaira és ennek szabályzására tért ki. A gazdasági állatok takarmányozása és takarmánytoxikológia területén nem csupán oktatási és kutatási, de az Európai Unió keretében szakértői tevékenységet is végzett. 2006-2012 között az EFSA FIDE panel tagja, majd 2012-2015 között annak külső szakértője volt. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, a Magyar Szabadgyök Kutatótársaság alelnöke. Tagja az Agrártudományok Osztálya állatnemesítési, állattenyésztési, takarmányozási és gyepgazdálkodási, valamint a Kertészeti és Élelmiszertudományi Bizottságának, utóbbi keretében a Mikroellenmunkabizottság elnöke. Tagja továbbá a Környezettudományi Elnöki Bizottság Élelmiszerbiztonsági Albizottságának, emellett az Agrártudományok Osztályának képviselője az Akadémia Könyv és Folyóirat Bizottságában. Professzor úr, felkérlek előadásod megtartására. Tisztelt osztályelnök úr, tisztelt osztály, tisztelt kolléginák és kollégák, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Az előadásomban egy, hát most már lassan 20 éves kalandnak a egyes állomásait szeretném önöknek bemutatni. A kaland az úgy onnan indult, hogy a mikotoxinokkal kapcsolatban a múlt század végén, ennek a századnak az elején egyre több és több adat jelent meg. Hogy ez mennyire így van, a Biomint cég minden évben elkészíti a World Mycotoxin Survey-t, ez a 2015-ös, vagy a 16-os még nem lehet, még ez az év nem zárult le, és itt csak az európai adatokat mutatom be, és azt emelem ki, hogy melyik az a két mikotoxin, konkrétan a deoxinivalenol, illetve a T2-toxin,
amely Magyarországon is jelentős, de látható, hogy Európában is egy nagyon jelentős arányban szennyezett minták 77-42%-a fordult elő az összes nagyon jelentős, közel 4000 minta közül. Arra is szeretnék utalni, hogy a többi mikotoxin esetében, aflatoxinnál 11%, stb. Szintén előfordulnak ilyen problémák. A mi kutatásaink az elmúlt 10-15 év távlatában elsősorban a DON, illetve T2 toxinra koncentrálódtak. És a probléma még akkor is jelentkezik, hogyha legalsó sorban látják az Európai Unió által javasolt, hangsúlyozom, javasolt, ez nem kötelező érvényű határértékeket, hogy ezt az értéket nem minden esetben éri el. Ez persze nem jelenti azt, hogy biokémiai változások nem fordulnak elő. És a mi kis saját történetünk. A trihotecénvázas mikotoxinok oxidatív stresszt indukáló hatását először 1984-ben írták le, akkor még nagyon kezdetleges háttérrel. Aztán 1992-ben jelent meg Rizzoéktól az első komolyabb közlemény, és ezt követte 1998-ban a mi saját közleményünk, amire elsősorban azért vagyok büszke, mi voltunk az elsők a világon, akik ezt nem patkánya legével, hanem gazdasági állatokkal, konkrétan 3 baromfi fajjal végeztük. Már itt ezeknek a dolgozatoknak és hát a hozzátartozó sok más dolgozatnak az alapján is fölmerült azonban egy probléma. Ez pedig az, hogy vajon a trihotecénvázasok oxidatív stressz indukáló hatása az most ok vagy okozat. Ezért is adtam ezt a címet. Magyarul ok, azaz közvetlenül ezek a trihotecénvázas mikotoxinok oxidatív stresszt fognak, szabadgyökképződést fognak-e indukálni, vagy okozat, hogy nem a közvetlen hatásuk érvényes, hanem közvetett módon, valamilyen módon befolyásolják a biológiai antioxidáns védőrendszernek a működését. Ha végignézzük a birodalmat, beleértve a saját dolgozatainkat is, nagyon sok egymásnak ellentmondó dózishatás összefüggést nem igazából, nem egyértelműen mutató eredmények alapján rájöttünk arra, hogy ez az alap probléma igazából nem dönthető el. De meg mindent megtettünk annak érdekében, hogy valamilyen lépést tegyük. Azok számára, akik nem jártasak ezen a területen, ugye egy pár szót magával, magukra a folyamatokra. A lipidperoxidáció folyamata, amiből 2 komponenst emeltem ki, azt a 2 komponenst, amit a mi protokollunkban folyamatosan, rutinszerűen vizsgálunk. A felső pirossal keretezett az úgynevezett konjugált diének, ez a legelső szakaszában, az iniciációs szakaszában következik be a lipidperoxidációnak, hogy úgynevezett konjugált diének, konjugált triének jelennek meg. Majd pedig van a folyamatnak egy végeredménye, ez az ominózus malondialdehid nevezetű molekula, amire a témának a nagy-nagy öregje, elhunyt már szegény néhány évvel ezelőtt, Vladimirov professzor azt mondta, hogy end of a long way, tehát magyarul egy nagyon hosszú folyamatnak, ott van, ez valahol a végén. Hogy megjelenik-e, nem jelenik meg, ez nagyon-nagyon sok egyéb tényezőtől is függ természetesen. Az oxidatív stressz hatásaival kapcsolatban rengeteg adat jelent meg. Ugye az egyik lehetőség, az antioxidáns védelem megfelelőképpen működik, akkor tulajdonképpen ezeket a gyököket eliminálja, és nem is várt ki semmiféle hatást. Amennyiben a rendszer működése nem éri el azt a szintet, hogy ez teljes mértékben hatásos legyen, akkor valamilyen szintű károsodás bekövetkezhet. A károsodásnál még mindig ott van egy lehetőség, a repair mechanizmusok, a helyreállító mechanizmusok, amennyiben ezek sem működnek megfelelőképpen, akkor egy állandó jellegű károsodás, elsősorban nekrózis következik be. De az is ismert ma már, hogy ugyanakkor van egy közvetlen, egy direkt válasz, amikor az úgynevezett apoptótikus sejthalál. Csermely Péternek van egy csodálatos magyar megfelelő, az apoptózisra, a programozott sejthalál. Azt hiszem, ezt ennél pontosabban nem is lehet mondani. Ez egy genetikailag kódolt mechanizmus végül is, a szervezet védekezése ezek ellen, a károsodások ellen. A biológiai antioxidáns védelmi rendszer, hát volt rá idő, hogy kialakuljon. Azt mondják a geokémikusok, hogy ugye az úgynevezett aerob élet, tehát az oxigén alapuló élet, az valamikor úgy 500 és 600 millió év között kezdődött el a Földön. De azt mondják, hogy plusz-minusz 50 millió év az elhanyagolható. Tehát úgyse tudja senki, hogy mi történt 600 millió évvel ezelőtt. Tehát ez a rendszer kialakult ez alatt a sok 100 millió év alatt. Ennek vannak enzimatikus és nem enzimatikus tagjai. Én pirossal azokat emeltem ki, balról jobb felé haladva,
adva a soddal jelölt szuperoxid dizmutáz enzimet, a kataláz enzimet, a GPX-el jelölt glutatiumperoxidáz enzim családot, illetve a zölddel jelölt GSH-t, a glutationt, ami egy tripeptid, és nagyon fontos szerepe van egyébként ebben a védekező mechanizmusban, és egy GR-rel jelölt glutation reduktáz enzimet, ami úgymond képes visszaredukálni, visszaalakítani az egyébként oxidálódott glutationt, hiszen a szervezet igyekszik megvédeni ezt a molekulát az oxidatív károsodásoktól. A saját vizsgálatainknak két nagy része volt, vagy két nagy szakasza volt, csak néhányat emelnék ki ezek közül, hiszen a teljes bemutatására idő természetesen nem áll rendelkezésre. Nagyon sokáig mi is azt a protokollt követtük, hogy úgynevezett szubkrónikus T2 toxin terheléseket alkalmaztunk különböző állatfajokban, például baromfiban. Azért használom a szubkrónikus kifejezést, mert nagyon sokszor vitatkoztam már erről toxikológusokkal. A toxikológusok minden, ami 90 napnál rövidebb, azt szubkrónikusnak tekintik. A mi vizsgálataink azért hát már csak a broilercsike élettartamát tekintve is nem tarthatott ki. A patkánynál ez nem probléma. Nálunk ez az volt. És akkor miket találtunk? És nagyon érdekes dolgokra jöttünk rá. Ugyanazt kicsit alátámasztva, amit mondtam a bevezetőben ebben kapcsolatban, hogy mi adagoltunk másfél, illetve 3 mg T2 toxint, ami messze fölötte van az Európai Unió által 0,25-ben javasolt határértéknek. Ennek ellenére sem az iniciációs fázis, tehát sem a konjugáldién, sem pedig a konjugáltrién, sem pedig a malondialdehid tartalomban igazából túlságosan jelentős mértékű változásokat nem tüntettem fel. Azt szeretném egyébként hozzátenni, hogy minden egyes ábrán az egyszerűség kedvéért a kontrollhoz viszonyított százalékot mutattam be. Hiszen elnézést kérek, önök nagy része száma, hogy abszolút értékek, szórások, stb. Túl sokat nem mondanak. Tendenciájában úgy gondoltuk, hogy ez a típusú prezentáció talán sokkal látványosabb lehet. Aztán megnéztük, hogy és mi van a másik oldalon, mi történik a glutation rendszerrel. Ugye a glutation mennyisége, ami ugye elég fontos szerepet tölt be az antioxidáns védelmi rendszerbe, a glutationnak a mennyisége érdekes módon az alacsonyabb dózisnál nagyon-nagyon drasztikus módon, különösen a folyamat végére, a negyedik hét végére, amikor már egy hosszantartó akkumulációs fázis bekövetkezett, bizony jelentős mértékben megemelkedett, és annak ellenére megemelkedett a glutatión-peroxidáz aktivitás, hogy egyébként sokan azt mondják, hogy ez nagyon szorosan összefügg a glutatión szinttel. Valóban van összefüggés, de a glutatión-peroxidáz aktivitás ennek ellenére, ennél az alacsony dózisnál egy olyan 20-40%-kal meghaladta a kontroll értékeket. És ami még nagyon érdekes volt számunkra, hogy bár a glutatión szintben nem szignifikánsan, viszont a peroxidáz aktivitása már szignifikáns növekedés. Tehát magyarul megindult a védekezés, megindult a védőrendszernek a működése. Ugyanilyen fajta protokoll szerint elkezdtünk vizsgálatokat végezni pontban. Ennek két indítatása volt. Az egyik indítatás az, hogy a halfajokra, ezen belül például a pontra vonatkozólag rendkívül kevés adat áll rendelkezésre az irodalomban. Amik vannak, azok sem általában édesvízi halakra, nagy része tengerre vonatkozik, édesvíziekre, különösképpen pontra vonatkozólag alig vannak adatok az irodalomban. Egy hasonló protokoll szerint elvégeztük itt is a kezeléseket, itt is egy 4 hetes vizsgálatot végeztünk pontyokkal, és itt is azt lehet látni, hogy volt változás a konjugált diénben, volt változás a konjugált triénben, egy picit emelkedett, de igazából inkább tendenciaszerű változásokat mutatott, viszont ami itt is érdekes, hogy a negyedik hét végére. Tehát úgy tűnik, hogy kell azért egy ilyen adaptációs időszakot követően, amikor valószínű már úgymond felülmúlja az antioxidáns védelem hatékonyságát. A malondialdehid mennyisége, tehát a végtermék viszont igazából inkább az elején, ott a második hét környékén mutatott egy jelentősebb eltérést az iniciációsokhoz képest. A glutation, illetve a glutation peroxidáz enzim vonatkozásában szignifikáns változásokat viszont nem tudtunk kimutatni. Ez a tendencia, az emelkedő tendencia a glutation szintézisben, és egy nagyon drasztikus, annak ellenére, hogy nem szignifikáns, egy nagyon drasztikus emelkedés a glutation peroxidáz aktivitásban, ez itt is meg
megnyilvánult, amit egy nagyon drasztikus csökkenés követett egyébként a következő héten. Azért hangsúlyoztam ki, hogy a GPX 4, ugye a glutatión peroxidáznak jelenleg 8 izoenzimje ismert, a 8 közül 5 szelindependens, a másik 3 nem szelindependens enzim. A halak esetében a glutatión peroxidáz 4-es, az úgynevezett foszfolipid hidroperoxid glutatión peroxidáz az, amely kiemelt fontosságú, kiemelten fontos szerep. Egyéb állatfajokban, például a humánban nem, nincs ilyen kiemelt jelentősége a glutatión peroxidáz 4-esnek. Aztán eljutottunk 2006-ig ebben a történetben, amikor egy francia csoport megjelentette az oxidatív stressz úgynevezett hierarchikus modelljét. Ez egy hihetetlen nagy áttörés volt, korábban ilyenfajta összeállítások, ilyenfajta teóriák nem léteztek. Mi is ennek az egésznek a lényege? Ennek az a lényege, hogy ahogy az oxidatív stressz szintje növekedik, a szervezet erre eltérő válaszreakciókat fog adni. Amikor van egy ilyen közepesen erős hatás, aktiválódik az antioxidáns védelmi rendszer, aktiválódni fognak olyan transzkripciós faktorok, amelyeknek a révén az úgynevezett antioxidáns válaszelem aktiválódni fog. Ennek következtében az antioxidáns fehérjéknek a génexpressziója is növekedhet. Ezt egy súlyosabb hatásban gyulladásos folyamatok indulnak be, amit az NF-kappa-B nevezetű transzkripciós faktor fog befolyásolni, gyulladásos fehérjék aktiválódnak, és van a legutolsó szakasz, amit mutattam is, a nagyon durva, nagyon erőteljes oxidatív stressz, amikor az úgynevezett apoptózis vagy programozott sejthalál fog bekövetkezni egy egészen más vezérlési útvonalon. Itt tehát azt lehet látni, hogy a különböző szinteken, hogy milyen erősségű hatást gyakorolunk, ennek megfelelően eltérő lesz a válasz. És ebből már egy picit úgymond választ próbáltam én is kapni arra, hogy miért voltak a mi eredményeink is ellentmondóak, nem. Attól függ, hogy milyen erőteljes hatást, milyen erőteljes oxidatív stresszt voltunk képesek az adott vizsgálat során kiváltani. Kicsit, nagyot, közepest, megfelelő rendszert vizsgáltunk-e, vagy alkalmasint, éppen nem, mert esetleg már túlhaladta azt a szakaszt. Ehhez aztán csak úgymond hab volt a tortán, amikor 2011-ben Lussákék leírták az úgynevezett KEAP NRF2 antioxidáns válaszelem komplett szabályozási útvonalat. Ennek a szabályozási útvonalnak tulajdonképpen az a lényege, hogy az a transzkripciós faktor, amely aktiválni fogja az antioxidáns válaszelemet, ezt NRF2-nek, van egy nagyon hosszú neve, de nem akarom önöket untatni ezzel a bődült hosszú nevével az NRF2-nek, de az NRF2-nek a működését felülvezérli egy másik faktor, ezt KEAP vagy KEAP 1-nek nevezik. Ez amikor rákötődik magára az NRF2 fehérjére, akkor ennek a fehérjének a lebontását, egész pontosan a proteoszómákban történő lebontását fogja segíteni. De amikor bekövetkezik az oxidatív stressz, leválik ez a KEAP, tehát magyarul végbe mehet az aktiváció folyamata. Az NRF2 bejuthat a sejtmagba, rákötődhet az antioxidáns válaszelemre, és elkezdődhet az antioxidáns fehérjéknek, elindulhat az antioxidáns fehérjéknek a génexpressziója. És elkezdtünk ebben az irányban mozogni. Arra viszont rájöttünk, legalábbis én nekem az volt az úgymond munkahipotézisem, hogy akkor lehetünk talán sikeresek, hogyha nem egy nagyon hosszú időszakot vizsgálunk, és hosszú időszak alatt rengeteg minden történhet. Rövid időszakot kell vizsgálni, hogy egy első lökésre, egy lökésre mi lesz a válasz. Milyen választ fog adni? Ugye Szent Györgyi Albertnek tulajdonítják, hogy a természet buta kérdésekre buta válaszokat fog adni. Konkrétan a mi esetünkben egy hosszú időtartamban igazából fölteszem a kérdést, de nem tudom, hogy közben mi történik. Egy rövidben legalább meg tudom talán fogni. Ezért elkezdtük az úgynevezett akut vizsgálatokat. Az akut vizsgálatok általában 24, maximum 48 óráig tartottak, pontosan azért, hogy egy egyszeri hatásra, egy egyszeri választ kapjunk, remélve azt, hogy valamivel le fog kicsit jobban tisztulni a kép. A lipidperoxidációs folyamatokat megvizsgáltuk egyébként első lépésben madarakban, egy illetve 3 hetesben. Ennek meg az volt az oka,
hogy fiatal állatokban úgy reméltük, úgy gondoltuk, hogy sokkal erőteljesebb, sokkal durvább válaszokat fogunk kapni. Hát a csirkék nem olvasták az én elképzeléseimet, ugyanis nem mutatták ezeket a válaszokat. Például az aktivációs folyamatokban voltak változások, de hát messze-messze nem olyan erősségűek, mint amit azt mondjuk eredetileg elvártunk volna. Igazából a három heteseknél jelentkezett valami, ami már arra utalt, hogy itt azért történt valami, konkrétan a végterméknek, a malondialdehidnek a mennyisége azért három hetes korban már egy nagyon rövid idő, 8 óra alatt. Ugye ehhez azért tudnék, hogy madárban a béltraktuson való áthaladása mondjuk a takarmány részeknek az nagyon rövid. Különösen egy három hetes madárban ez néhány óra. Tehát valószínűleg 8. órára már, ami akart, az már fel is szívódott a béltraktusból. De a iniciációs fázist még itt sem tudtuk igazából jól megfogni, mert alig érzékeltünk komoly változásokat. A glutatión szinten, illetve a glutatión peroxidáz aktivitásban viszont már látszott a válasz. A glutatión mennyiségében, ugye a baloldali felső ábra, a glutatión mennyiségében már egyhetes korban is nagyon jelentősen, drasztikusan az első 8 órában volt egy emelkedés, ami arra utal, hogy a szervezet aktivált. Megindult ennek a szintézise. Ugyanezt be tudtuk bizonyítani 3 hetesben, de nagyon érdekes volt, hogy a 3 hetes madaraknál még a 20. órában is volt egy emelkedés. Egy közben egy átmeneti csökkenés miatt. Az átmeneti csökkenésnek egyébként borzasztó egyszerű oka van, ugye hát a szintézishez idő kell. Ez egy klasszikus szintézissel történik a glutatión szintézise, hiába tripeptid, ez klasszikus kémiai szintézissel készül, nem peptid szintézissel. A glutatión peroxidáz aktivitásban az egyhetes madaraknál nagyon pici, nem szignifikáns változásokat találtunk. Ugyanakkor viszont a 3 hetes madarakban már a hatás sokkal erőteljesebb volt, és itt valóban bejött az a nagyon-nagyon jól ismert válasz, hogy a glutatión, mint koszubsztrátja ennek az enzimnek változásával szinkronban fog megváltozni az enzimnek az aktivitása is. Ezekben az esetekben is a glutatión peroxidáz 4-et mértük, ez meg csak egyszer az, hogy összehasonlíthatók legyenek az eredmények. Ha halba ezt használtuk, akkor a madárban is ezt használtuk, annak ellenére mondom, hogy madárban ez nem az elsődlegesen fontos glutatión peroxidáz izoenzim. És itt már eljutottunk oda, hogy lehetőségem nyílt arra, mert nem nekem, mert ehhez én már túl öreg vagyok, de hála jó Istennek vannak fiatal munkatársaim, akik viszont úgymond rutinban tudnak már mérni génexpressziót. Nekem csak annyi dolgom, hogy a pénzt megteremtsem hozzá. És ők meg megmérik. És elkezdtük mérni a génexpressziót. Szerencsére madaraknak ugye a baromfinak, legalábbis a házityúknak már majdnem teljesen megvan a teljes genomiális szekvencia, 80-85%-nál tartanak most. A glutatión peroxidáz 4-es minden esetre megvolt, le volt írva, tehát viszonylag könnyű volt a génexpressziós protokoll a PCR-t beállítani hozzá. És egy nagyon érdekes dolgot találtunk, mégpedig azt, hogy ebben az esetben viszont egyhetes madarakban a génexpresszió annak ellenére eléggé drasztikus mértékben csökkent már a 8. órát követő időszakban, hogy mondjuk ez a génnek a fejlének az aktivitásában, az enzim aktivitásában nem nyilvánult meg. Egy hasonló tendenciát mutatott a GS-sel rövidített, ez a glutatión szintetáz enzim, ami a glutatión szintézisét fogja szabályozni. Itt is azt lehet látni, hogy van egy kezdeti emelkedés, egy kiugrás, és ezt követően egy nagyon-nagyon drasztikus mértékű folyamatos csökkenést lehetett kimérni. A 3 hetes madarakban viszont egy fordított tendencia volt érzékelhető, hogy a glutatión peroxidáz G4-nek a génexpressziója sokkal később, a 20. óra felé jelentkezett, és ez majdnem időben egybeesett a szintetáz, illetve a glutatión reduktáz enzimeknek a génexpressziójával, szintén ott a 20. óra körül volt egy nagyon erőteljes, kiugró gén. Ez ugye arra mutat viszont, ezek mind arra mutatnak az én számomra legalábbis, hogy itt valahogy a szabályozási útvonalak nem szinkronban követik egymás közötte, bizonyos időnek kell, bizonyos shiftelésnek kell úgymond eltelnie. Ugyanezt megpróbáltuk, ezeket a vizsgálatokat
ponyban is. Szerencsére a ponynak is olyan 75-80%-on áll már a genomiális szekvenciája, mindesetre néhány gént, amire nekünk szükségünk volt, azt már be lehetett azonosítani, tehát a PCR-t ki lehetett alakítani hozzá. A konjugált DNA esetében találtunk egy viszonylag jelentős emelkedést, ami nagyon érdekes volt a számunkra. Jó kétségtelen tény, egy brutálisan nagy dózisnál, ugye 3 mg, hát ugye említettem 0,25 az EU, egyébként nem tudjuk, hogy mennyi a halnál az LD50, tehát senki nem tudja. Vannak javaslatok rá, de igazából nem tudjuk, hogy mennyi az, amit egyébként nagyon magas volt itt ebben a 3 mg-osnál már az elhullásnak a mértéke. A konjugált réjének nem szignifikáns mértékben változtak, és hasonlóképpen nem mutatott ilyen átütő változást, nem mutatott ilyen átütő tendenciát a malondialdehid mennyiségének a változása sem. A glutatión mennyiséget, a glutatión peroxidáz aktivitása tekintetében a 16. óra volt úgymond a kritikus. És ennek szintén szeretném elmondani az okát, borzasztóan boldogok voltunk, megmértük az úgynevezett tranzitidőt, tehát mennyi idő alatt jut át a takarmány rész, mert egy egyszeri adagolás volt, tehát szondán ment, szondán kapták az állatokat, akkor mennyi idő alatt megy át. Ez a tranzit idő, ezen a hőmérsékleten ezeket a halakat 19 plusz minusz 1 Celsius fok hőmérsékleten tartottuk, és tudva levőleg ugye a halak, mint poikilotem szervezet, a hőmérséklet nagyon erősen függ, például a tranzit idő, éppen 16 óra volt. Éppen 16 óra volt, tehát nagyon-nagyon jó egybeesés volt, hogy mikor már végigjutott, mikor már bizonyosan felszívódott a beadagolt toxin a bélcsatornából, akkor jelentkeztek, és már nagyon kis dózisnál is ez a 0,25, ugye pont az EU határérték, ugye pont az EU határérték, mondjuk az EU-ban ugye a hal az nem állat. Pontosabban az EU-ban a hal állat, de nekik az édesvízi halak az nem állat. Nekik a hal az a tengeri pisztráng meg a lazac, a többi az nem hal. Ott voltam 9 évig, ismerem a társaságot. Na, ez most nem az EU elleni kritika volt, nehogy félrejtse valaki, aztán hónap föl leszek az Origon nagybetűkkel, hogy szittam az Európai Uniót. Nem, hát az európaiak számára a ponty az hát nem igazából egy komoly, kitüntetett állat. Reméljük, hogy az lesz. Küzdenek érte a kollégák, hogy az legyen. A 16. óra tehát itt kritikus, és nagyon szépen kijöttek a változások, nagyon szépen jelentkeztek, hogy akkor voltak ezek a masszív emelkedések. Itt már sikerült a ponty esetében, már még tovább tudtunk lépni, a kollégáim még ügyesebbek voltak, és itt már ennek egy génnek is megtalálták a leírását, és el lehetett hozzá készíteni a PCR rendszer. Így már gyakorlatilag kezd lassan összeállni a kép. Ha a keapot nézzük, azt lehet látni, hogy kezdetben van egy mérsékelt csökkenés, amit ugye elvárunk, hát persze, hogy elvárjuk, hiszen ha van egy oxidatív stressz, akkor a keapnak csökkennie kell. Ez valóban megy is egy darabig, de már a 24. órára úgy tűnik, hogy van egy reverse folyamat, tehát már felül vezérli. És hiába van oxidatív stressz, a gén expressziója, ez még nem tudjuk, hogy mennyi. Fehérje szinten még nem tudtuk megmérni a keapot, csak gén expresszió szinten ez még nem fehérje szintet jelent. Az csak nálunk kedvező történelmi helyzettel rendelkező országok is tudnak már fehérje szinten, és intézetek Magyarországon. Nem nevezem meg, mert ugye az reklám lenne. Az NRF2 génnél hasonlóképpen azt találtuk, hogy annak ellenére, hogy a keap is emelkedik, azért a NRF2 is bizonyos fokú génexpresszió változásokat fog mutatni. A glutatión peroxidáz esetében halaknál tudni kell, hogy ott két gén van. Ugye nagyon sok halnál volt ugye duplikáció, többek között a pontnál is. Ezért van egy GPX4A és egy GPX4B gén. Szerencsére mind a kettőt viszonylag jól el lehet különíteni egymástól. És itt is, főleg az alacsony dózisnál ez az ominózus 16 óra gyönyörűen bejött, hogy akkor indult meg. Akkor indult meg a magasabb dózisoknál, is beindult egyébként ennek a génnek az expressziója, de ez csak az alacsony dózisnál kötődött ez a 16 órához, a többi esetben ez inkább egy kicsit később következett be. És elkezdtünk egy olyan munkát is, ugye mégiscsak az agrártudományok osztályához tartozom, ugye eddig
ez is fontos, de ez inkább kicsit biokémia, molekuláris biológia. Adjunk egy kis agráros színezetet a vizsgálatainknak, és elkezdtünk egy olyan vizsgálat sorozatot néhány évvel ezelőtt, amelynek az a célja, hogy vajon a mikotoxinok, például a T2 toxin ellen tudunk-e gyógynövény kivonatokkal is beavatkozni. Ugye nagyon jól ismertek, hogy vannak mikotoxin kötővegyületek, lebontó vegyületek, ugye nagyon sok ilyen van a piacon, néhánynak még engedélye is van. 86%-ának egyébként nincs, a maradó 14%-nak van. Na most a gyógynövények viszont mindenhol használhatók, ez nagyon fontos, ökogazdálkodásban, alternatív, stb. És azért elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hiszen nagyon sok gyógynövényről tudjuk azt, hogy hihetetlen erős antioxidáns kapacitással rendelkezik, vajon egy ilyen rendszerben mutat-e hatást? Van-e valamiféle hatást? Még nagyon a kezdetén járunk egyébként ennek, és ennek egy borzasztó egyszerű oka van. Tiszta gyógynövény kivonatokkal nagyon ritkán van módja az embernek dolgozni, általában keverékkel. És egy keveréknél, amiben van 12 gyógynövény, meg se mondják, hogy mi van benne, az arányokat pedig végképp nem, így aztán ott elég nehéz valamire úgymond ráfogni. Ezért úgy gondoltuk, hogy először lövünk egy olyannal fokhagymaolaj. Fokhagymaolaj, jó, büdös, de egyébként nagyon hatékony, iszonyatos antioxidáns kapacitása van, és egy tiszta rendszer. És megnéztük, hogy fokhagymaolaj kiegészítésnél, amikor csinálunk egy 1-2, illetve 4 mg-os T2 toxin terhelést, akkor vajon hogy fog ez úgymond reagálni rá. A fokhagyma kiegészítés, ez a harmadik, a zöld oszlop mutatja azt, amikor a fokhagymát együtt adagoltuk a T2 toxinnal, még pedig egy nagy dózisban, de jó, hát ez is csak 1,5 g/kg, tehát nem egy farmakológiás dózisban adagoltuk, és azt lehetett látni, hogy a 2 mg-nál már a glutatión szint megmozdult. Szignifikáns mértékben megmozdult, tehát valamilyen hatás biztos, hogy van. Aztán tovább léptünk egyel, itt még egy picit bajban vagyunk, egy Herbamix nevezetű készítményt, ami 12 vagy 14 különböző gyógynövényből áll, de nagyon sok kedvező hatását bizonyították a gyakorlatban, és megnéztük, hogy ennek milyen hatása van a glutatión tartalomra, illetve a glutatión tartalmat befolyásoló gének expressziójára. Az utóbbira azért fektettünk hangsúlyt, és már csináljuk persze a többit is, mert egyre több közlemény jelenik meg arra vonatkozólag, hogy a gyógynövények azok közvetlenül befolyásolnak génexpressziós változásokat. A mechanizmusnak még nagyon kevés része ismert pontosan, mindenki csak a végeredményt írja le. Ha a glutatión tartalmat nézzük, ez a jobboldali ábra önöknek, alul a jobboldali ábra, ugye azt lehetett látni, hogy a 48. órában hát volt egy kis glutatión szint emelkedés, kétségtelen tény, itt nem volt egy dózis, egy meghatározott dózissal dolgoztunk, nem végeztünk egy dózis-hatás összefüggést, illetve hát ezek most folyamatban vannak. Amikor viszont ugyanebben a protokollban megnéztük a glutatión szintetáz génnek az expresszióját, amiről a legtöbb közlemény jelent meg, hogy befolyásolják különböző antioxidáns hatású gyógynövények, például a glutatión szintézisnek a mértékét, akkor bizony azt láttuk, hogy volt egy kezdeti emelkedés, a kezdeti emelkedés viszont sajnálatos módon egy csökkentett. Úgy tűnik, hogy valóban működik a rendszer, lehet, hogy egy nagyobb dózisnál már ez kitolódna, tehát úgymond nekem, hogy mennyi időm van hátra, nem tudom, de a fiatal kollégáknak még ugye ott a lehetőség, hogy a következő 10-15-20 akárhány évben ezt részletesen dózis hatás összefüggésében és egyébben megvizsgálhassa. És milyen következtetéseket lehet levonni? Ugye úgy illik, hogy az ember egy ilyen durván 20 éves történetnek a végére azért próbáljon meg valamilyen slusszpoint is oda tenni. Én azt mondom, azt merem egyébként kijelenteni, hogy a hierarchia modell alapján, ami ugye elindított engem ezen az úton, hogy ebbe az irányba haladjak, a T2 toxinnak még nagyon nagy dózisoknál is, tehát 10-szeres, 20-szoros, mint a úgynevezett ajánlott mennyiség, egy mérsékelt hatása van, tehát a második fázisába tartozik ennek az úgynevezett hierarchikus modellnek, és következményesen nem mindenhol szignifikáns mértékben, nem teljesen egyértelműen, de valamilyen lipidperoxidációs változásokat ki fog váltani. Ez a képződés viszont, és hogy ez valóban bekövetkezik, ezt viszont azzal merem alátámasztani, hogy a terhelés követő idő függvényében előbb gátolja,
később viszont drasztikus, ha növelni fogja a glutatión rendszernek a mennyiségét, illetve az aktivitását befolyásoló géneknek az expresszióját. Tehát mi még csak a génexpresszió szinten tartunk, bízom benne, hogy tovább fogunk tudni majd lépni a jövőben a következőre, tehát a fehérje szintre is, és ennek az egésznek, ennek a génexpresszió szabályozásnak a hátterében ez a szintén ma már jól ismert KEA-PNRF2 antioxidáns válaszelem szabályozási útvonal áll, és ezt a szabályozási útvonalat egyértelműen az oxigén szabadgyökök indukálják. Az én álmom igazából ezzel kapcsolatban az, van egy Nagy-Britániában élő csodálatos ember, Baranyi Józsefnek hívják, ő mikrobiológusnak indult, most hálózatkutatásban az egyik legnagyobb egyébként a világon. Hát nem annyira, mint a Barabási, de majdnem a Barabási szintjén van. És ő többször mondta már azt nekem, hogy Miklós, erre az egész rendszerre össze tudunk rakni egy gyönyörű szép hálózatot. Én bízom benne, hogy a Jóskát szaván foghatom, és valamikor néhány év után valóban le fogunk tudni rakni az asztalra egy hálózatot erre az egészre. Az első három hub egyébként már megvan, szóval már alakul, és bízom benne, hogy meg lesznek még a továbbiak is. Végezetül ugye mindenképpen szeretnék köszönetet nyilvánítani azoknak, akiknek köszönhetem, hogy ma itt lehetek. Éppen elgondolkoztam reggel rajta, hogy harmadszor állok itt ezen a pulpituson. Itt tartottam a MTA doktori vitámat, itt tartottam a levelező tagsági székfoglalómat, és most itt tartom a rendes tagságit is. Tovább már nincs, tehát itt a három a magyar igazság. Mindenek előtt szeretném megköszönni az Agrártudományok Osztálya tagjainak, és különösen ajánlóimnak, Horn Péter, Mesterházi Ákos és Schmidt János akadémikus társainak, hogy a rendes tagságra javasolni érdemesnek találtak, hiszen hogyha nem javasolnak, az osztály ezt nem támogatja, akkor most nem állhatnék itt önök előtt. Mindenképpen köszönettel tartozom tanszéki munkatársaimnak, Balogh Krisztiánnak, aki nélkül a laboratórium működése leállt volna, Baláni Erdély Mártának, aki egyrészt iszonyatos mennyiségű terhezt levett és levesz a vállamról oktatás szervezésben, de nélküle a baromfi kísérletek sem valósulhat mennek a szervezésében. Ancsin Zsoltnak és Bocsai Andreának, akik az állat kísérletek technikai lebonyolításában segítettek rettenetesen sokat, és Lakatos Tündének és Valsányi Mónikának, akik mindig ott voltak a háttérben, és segítették az én munkámat. És nem kevésbé szeretnék köszönetet mondani doktora Duszainknak. Nem véletlenül használtam ezt, hogy inknak, ugyanis nem mindenki az enyém. De segíteni mindegyikük nekem is segített. Pejhe Csillának, akinek azt köszönhetem, hogy van valaki, aki a csapatunkból tud génexpressziót mérni. Örök hálával tartozom neki. Kövesi Benyáminnak, ő még tanulja, tehát Csilla mellett fogja megtanulni, tehát ő is fogja tudni. És köszönöm Fernye Csabának és Szemeti Dánielnek, akik rengeteget segítettek a kísérletek lebonyolításában. És nagyon főleg azt szeretném megköszönni, hogy mindenkor segítségemre voltam, és mindig számíthattam az ő segítségükre. Köszönetemet szeretném kifejezni együttműködő partnereimnek. Mindenek előtt Kovács Melinda professzor asszonynak, aki hihetetlen mennyiségű segítséget nyújtott nekem, akadémiai csoport, kutatócsoport, tagság, stb. Szintén ebből a csoportból Szabó Andrásnak és Szabó Fodor Juditnak. Szeretném megköszönni Kovács Balázsnak, aki Csillát beavatta a molekuláris biológia rejtelmeibe, és azóta is mögöttünk van, és azóta is folyamatosan segíti a munkánkat. Szeretném megköszönni Ferenci Szilamérnek, akinek olyan hihetetlen ötletei vannak, hogy még az enyémeket is überelni tudja, és amikor mi ketten összeállunk, akkor abból néha egészen fantasztikus, izgalmas dolgok szoktak kisülni. És szeretném megköszönni Zándoki Erikának is, hogy a labor részben, a háttérben önzetlenül segítettek nekem. És végezetül természetesen messze-messze nem utolsó sorban hálásan szeretném megköszönni családomnak, különösen feleségemnek és gyermekeimnek, hogy mindenkor megértéssel voltak irányomban. Ez konkrétan azt jelenti, hogy elnézték nekem azt, hogy nem volt férjük és nem volt apjuk. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Köszönöm szépen professzor előadását. Egy tisztem van még, átadni az oklevelet. Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlése, az akadémikusok gyűlése, Mézes Miklós professzor urat a takarmányozás élettan és a takarmánytoxikológia terén kifejtett, kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréséül Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta. A rendes tagot az akadémikussá választás időpontjától 2016. május 2-a megilletik az akadémiai törvényben, valamint az MTA alapszabályában és ügyrendjében meghatározott jogok, és ezen időponttól köteles eleget tenni azokban a meghatározott kötelezettségeknek. Budapest, 2016. május 2, Lovász László, Magyar Tudományos Akadémia elnöke.